Rend kell, és rendet fogunk teremteni a szervezetben. Így reagált Péter Ferenc, a Maros megyei RMDSZ elnöke a szövetségi városi szervezetében kialakult feszült helyzetre. Határozottan állást foglalt Péter Ferenc a marosvásárhelyi RMDSZ-ben kirobbant lemondási hullámra. A szövetség Maros megyei elnöke a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben arra hívja fel a figyelmet, hogy mindenki számára világossá vált, hogy a helyi szervezeten belül olyan feszültségek vannak, amelyeket gyorsan, hatékonyan és eredményesen meg kell oldani. Péter Ferenc ugyanakkor hangsúlyozza, hogy megengedhetetlen az, hogy Erdély legnagyobb magyar közösségének érdekei veszélybe kerüljenek azért, mert néhány helyi politikus szűklátókörűvé tettek a saját politikai ambíciói. Iradunknak azt nyilatkozta, Marosvásárhelyennél sokkal többet érdemel, de ehhez a megyei és a városi szervezet közötti együttműködés elengedhetetlen. És egy csapatként kell gondolkodni, és ezek az elvárásaink vannak megyei szervezetként, de úgy gondolom, hogy ugyanezek az elvárások az országos szervezet részéről is. Az én feladatom megyei elnökként az, hogy ezeket a gondokat orvosoljam, és minél hamarabb megoldjam, és ígérem, hogy meg is fogom ezeket tenni. Én nagyon remélem, hogy azok a politikusok, akik ezeket kiváltották, ők is átgondolják ezeket a kérdéseket, és azon gondolkoznak, hogy minél hamarabb a megoldást keressük meg közösen, és ha megvan ez a megoldás, akkor ezen az úton járjunk végig. Az RMDSZ Maros megyei elnöke továbbá azt is sérelmezi, hogy a városi szervezet vezetése semmibe vette a marosvásárhelyi közvélemény jelzéseit, a megyei szervezet figyelmeztetéseit a városvezetésnek kedvező tanácshatározatok kapcsán, a szövetségi elnök március 14-i felszólítását, amelyben a helyi tanácsosok ellenzékbe vonulását indítványozta. Meglátása szerint most ennek a magatartásnak a következményeit látjuk. Híradunk úgy tudja, a kialakult helyzetről egyeztetés lesz majd a szövetség területi képviselők tanácsában, illetve a területi állandó tanácsban.